A srácok, illetve a lányok, üdvözlök mindenkit! Ebben a mai videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudjátok megcsinálni azt, hogy ingyen nézzetek HBO a maxot, úgy, hogy nem kell fizetnetek érte. Na most nagyon fontos, hogy én ugye ezt paypal fogom csinálni, illetve a kártyámon nincsen pénz, tehát ez a, ez a kettő feltétel legyen meg, hogy ne legyen a kártyátokon pénz, vagy ne legyen annyi pénz, amennyi kell a fizetéshez, illetve én pépat fogok használni, sima kártyával nem tudom, hogy működik -e ez. Illetve ezt addig tudjátok használni, ameddig tulajdonképpen nem javítják, mert valószínűleg ezt a videót meglátják a HBO Max-osok, akkor vagy letörlik a videót, vagy pedig kiavítják ezt a bugot. Szóval, nincs más dolgotok, mint feljöttök a HBO Max oldalára, beregisztráltok és hozzáadjátok a kártyátokat. Úgyhogy ezzel megvagytok, ugye nézni akartak egy filmet, mondjuk mit tudja mi, milyen filmet nézzünk, mondjuk ha euh, én mondjuk ezt akarom nézni, akkor ugye ki fogja adni, hogy euh, meg kell újítani az előfizetést. Itt rámegyünk, hogy előfizetés megújítása, itt kiválaszthatok azt a csomagot, amit akartok, lényegtelen tulajdonképpen, itt rámentek, hogy PayPal, rámegyünk a PayPal gombra, Itt ugye bejelentkeztek, ami nektek most valószínűleg ki lesz takarva. De kiválasztátok, itt is szépen kiválasztátok, elfogadjátok. Ha ezzel megvagytok, akkor gyorsan elmentek, hogy let's go. Kiválasztátok gyorsan azt a sorozatot, amit nézni akartok. Szóval a videóban nem tudtam felvenni nektek azt a részt, ahol lejátszom a HBO max sorozatot. Ennek az az oka, hogy amint ugye a videó végén láttadátok, rámentem, hogy let's go, itt rögtön rákatintottam egy sorozatra, a sárkányok házára azt hiszem, és ott egyből leállította a felvételt a HBO Max, ugyanis direkt úgy van kitalálva az oldal, hogy ne tud rögzíteni, ugye értelemszerűen az ottani videókat, sorozatokat, stb. Viszont, hogyha megcsináljátok azt a módszert, amit én a videóban csináltam, tehát megújítjátok az erőfizetést idézőjebben pénz nélkül, majd rákatintotok egy filmre, egy sorozatra, le tudjátok játszani, és végig is tudjátok akár nézni. Annyi a lényeg, hogy az oldalra ráfrissítetek, vagy ö, újra beléptek az oldalra, vagy kiléptek, újra indítjátok a számítógépet, stb., akkor ismét rákot indotok egy sorozatra, megint azt fogja kérni, hogy lejárt az előfizetés, hosszabbítsátok meg. Ilyenkor, hogyha paypal alatt csináljátok, és nincs annyi összeg a kártyátokon, akkor ismételten úgy fogja érzékelni az oldal pár másodpercig, hogy nektek előfizetésetek van, és ilyenkor, Tudtok filmet sorozatot nézni megállás nélkül. Annyi a lényeg, hogy elindítotok egy filmet és sorozatot, végig tudjátok nézni. Viszont hogyha újraindítjátok indítjátok az oldal, vagy ráfrissítitek az oldalra, úgy indítjátok a gépet, vagy valami, akkor értem szemben újra meg kell csinálni ezt a procedúrát. Ilyen egyszerű.